Ez egy nagyon különleges este lesz, mert közönség előtt veszünk föl egy műsort, egy televíziós műsort. Bocskai Magda és Négyesi Péter vezeti a Csillagjáró műsorunkat a helyszíneken. Állandó vendégünk a Melange zenekar is, amelynek énekese munkatársunk Kindrusz Emese. Kisvárdára olyan vendégeket hívtunk, akik a városból vagy a térségből származnak. Így volt a műsorban Ragány Misa színész, kulturális menedzser, de mesélt kisvárdai élményeiről Szűcs Krisztina színművész is. Ez a főtér, amikor ott bandáztunk, ez a művödési háznak a széle, ahol ott bujkáltunk szerelmesen, még az első szerelmemmel, akkor a strand, ahol annak idején esett az eső, és mi benne maradtunk a 220-asban, és akkor a várba, mezitláb várból, mezitláb tapicskolva jöttünk haza, a krumpliszedések, ahova az egyes iskolából vittek minket, és undorodtál tőle. Aztán, a krumplit szedtetek, minek mindig almát kell, alma almát is kellett, volt, almát az is krumplit. Volt, itt minden volt. De most ez már az is szép, ugye? Most minden, már a krumpliszedés is megszépül. Minden. Úgyhogy ez nagyon sok mindenből tevődik össze, és akkor nyilván a család, hogy a családból mit vittem, azt a fajta alázatot, amit a vidéki emberek valahogy a mai napig úgy hordoznak magukban, hogy, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Pesten nincs ilyen, tehát természetesen van, csak Pesten nem ismerjük annyian egymást. Tehát egy kisvárosban az a szerencse, hogy tényleg mindenki, lehet, hogy nem is szerencse mindig, de itt mindenki mindenkit ismer, mindenki mindent tud, ugye egy telefon, és így terjed a hír, megy a wifi hálózaton. Nem kell ide internet. Ne. A Madách Színház művésze Nagy Sándor is vendégünk volt, aki arról is beszélt, hogy a mai napig pihentetően hat rá a kétkezi kerti munka, amelyet gyermekkorából hozott. Hogyha kell, akkor én bármit megcsinálok. Tehát tőlem nem idegen semmilyen, akár házi munka, akár fizikai munka. Ez valószínűleg egyébként szeretik, nem? Szeretik is, meg valószínűleg ez a vidéki létből is fakad, de nem tudom mi, hogy valószínűleg mi azért úgy nőttünk fel, hogy neked is, hogyha a ház tájba, vagy valahol meg kellett csinálni valamit, akkor nem volt büdös. Tehát, te is szeretsz forszívózni? Igen, szeretek forszívózni. Beszélgetek, akik szeretnek forszívózni. Szerintem ez azért van, mert alapvetően szellemi munkát végzünk, és fizikai kapcsol ki. Tehát a kertészet, a fűnyírás, a bozótvágás, nem tudom, régen, amikor még Tódi Marika nénéhez jártam, és akkor még hétvégente hazajöttem, akkor nagyon sűrűn megkértem édesapámat, hogy a rotációs kapát, ezt feltétlenül készítsek ki, mire hazaérek, mert... Mindegy, hogy milyen évszak, télen is? Télen nem, de tavasszal vagy ősszel... Hát a parkettát igen, a nappaliban egy kicsit. Hogy iszonyatosan jól esett az, hogy én így lementem, és hogy hatalmas kertünk volt, hál' Istennek már nincs meg, hatalmas kertünk volt, és iszonyatosan élveztem, hogy beindítottam, az így elkezdett így szétrázott, komolyan a fitness, szétrázott, tudod, igen, de nem az, és ilyen. Egy monoton zaj, és ez a monotonitás, és a fizikai, és a levegő, a fűfa, virág, igen, a föld, igen. Iszonyatosan jó gondolataim lettek, igen. Ilyen heuréka pillanataim kicsit voltak. Igen, de hogy engem ezt kikapcsol, és nagyon el tudok benne fáradni. A színművész nem csak beszélt, énekelt is a műsorban. Kérlek, ne menj el! El kell mondanom még egy szép mesét, amit más nem ért. Mese egy királyról, kit mindenki elhagyott. Nem várt senkit már, a szíve megfagyott. A Csillagjáró Talkshow sorozat következő állomása szerda este 7 órától Tiszavasváriban lesz. A jövő héten pedig Máté Szalkán és Vásáros Naményban várjuk az érdeklődőket. Az előadást ingyenesen lehet megtekinteni, valamint mindegyik műsort rögzítjük, és egy későbbi időpontban sugározzuk a Kölcsey Televízióban.